Kedves hölgyeim és uraim, június az ikreknek, drága ikrek, boldogságos születésnapot kívánok nektek. És nézzük meg, hogy milyen szülinapi energiánk lesz. Segítségemre lesz az eredeti Rider Tarot. Nos, júniusi energia. Hát milyen legyen? Győztes. Győztes energia. A június, ez maga a győzelem. A győzelem hónapja lesz. Június eleje. Szerettem ezeket a kártyákat, olyan színesek, olyan vidámak. És olyan szép hölgyek vannak rajta. Ó, igen, ehhez a sikerhez ott kell lesz hagyni a régi helyet, és menni bátran az újba. Új energia, szülinap, új élet. Négyes, kelyhek négyese. Lesz valamilyen szomorúság. Egy kis szomorúság, egy kis depresszió, ilyen is lehet. Ez a szomorúság lehet azzal kapcsolatos, hogy mentek az újba. Mint például, van egy jó lehetőség, kimenni külföldre. És egyszerűen szomorúak lesztek, mert el kell hagyni az otthont, a barátokat. És ilyen hasonló dolgok lehetnek. De az új, az hozni fog csodálatos, eredményes, és ez maga, tehát az uralkodónő, ez maga a bőség. Ez maga egy termékeny talaj. Tehát amiben belevágtok, az sikeres lesz, az eredményes lesz. Igen, lehet, hogy egy kicsit szomorúak lesztek, mert ott kell hagyni a régit, a családot, esetleg a munkahelyet, egy üzleti partnert, vagy a régi üzletet, és menni az újba, mert többet akartok, mert tudjátok, hogy többre vagytok képesek, mert tombolnak az ambíciók. De érdemes lesz, nem fogjátok megbánni. Az uralkodónő, ez maga a siker. Ez maga a gondoskodás, az anyaság. Június közepe, mit mondanak a múzsák? Június közepe valami felgyorsul. Felgyorsulnak az események. Vagy jönni fog egy jó ajánlat, és nagyon gyorsan kell lesz rá válaszolni. Egy igen vagy nem. Lehet, hogy reggel jön az ajánlat, és már este válaszolni kell lesz. Ilyen is lehet. Egy jó üzenet, egy új hír, vendégek akár jöhetnek június közepén. Mi lesz még? A második kártyalap, ami azt mutatja, hogy otthagyni a régit, és menni az újba. Otthagyni a régi életet, a régi helyzetet, és menni az új helyzetbe. És az új, az sokkal jobb lesz. Valakinek utazás, várható utazás, igen. No, és ti vagytok. Kijött maga a királynő. A kardok királynője. Ezek ti vagytok. Tisztán fogjátok látni a helyzetet, a szituációt. Pontosan fogjátok tudni, hogy mi is az, amit valójában akartok, és mi a helyes. A helyes út,
a helyes döntés. Június vége. Kardos a június közepén, nagyon kardos. A kardok, ez maga a gondolatok, a mondatok, a beszéd, a tisztánlátás, a hidegvér. És a kardok, ez maga a levegő jele. És ezek ti vagytok. No, valami kiesett a szerelem, maga a szerelem. Valaki megtalálja a szerelmet. Itt lehet egy jó harmónia, egy jó partner. Ez a kártya még szerelmesebb, mint maga a nagy arkánum. A szerelmesek. És a szerencsekerék. A szerencsekerék. Csodálatos. Szerencsés fordulatok, szerencsés események, szerencsés találkozás, ajándék. Hát ajándék, hát persze, mikor, hanem most szülinapok vannak. Persze, hogy jöhet egy csodálatos új ajándék. Ki kell használni ezt a fortunát? Ki kell használni ezt a szerencsekereket? És maga csodálatos, maga az ász, a kelyhek ásza. Az álmok valóra válnak. Egy csodálatos ünnep, harmónia, új boldogság forrás. Ott a halacska, tehát teljesül egy kívánság. Ez lehet akár valakinek egy keresztelő, akár lehet egy esküvő is, egy hatalmas ünnep, egy hatalmas siker. Nem hiába a siker energia, az itt lesz egész júniusban. Nézzünk egy olyat, hogy mi az, ami boldogít minket. Egy boldogságos esemény, meg egy negatívumot is nézünk erre a júniusra. Na, a jó dolog, a boldogság, és erre a boldogságra kijött egy negatív kártya, tehát ez egy nagy árkánum, maga a torony. Ez egy negatív kártya, de itt most jó eseményt nézünk. Akkor ez a kártya valamilyen pozitív eredményt fog hozni. Lerombolódik valami. Vagy egy kapcsolat, ami toxikus volt, ahol csak kihasználják az embert, és semmi jó nem jön ki ebből a kapcsolatból. Tehát ennek vége lesz. Megszabadultok a rossztól. Megszabadultok egy rossz munkahelytől. Ilyen is lehet. Nagyon örülök, hogy erre a pozitív dologra kijött maga ez a torony. Nagyon erős kártyalap. Tehát a lényeg, hogy valami rossz véget ér. És most nézzünk egy negatívumot. A negatívum a háttérben lehet egy titok, maga a főpapnő. Titok van a háttérben. Lehet, hogy fény derül erre a titokra, és akkor lesz ez a toronykártya. Tehát lerombolódik valami, ami kiderül. Lehet fény derül a párkapcsolatban valami, vagy a munkahelyen valami. És akkor úgy tisztán fogjátok látni a szituációt, a helyzetet, mert itt vannak a kardok. Végig itt vannak a kardok. Nagyon jó. Nagyon jó, ha fény derül egy titokra. Nagyon jó. Csodálatos a június. Nézzünk egy... Ó, de jó. Ez maga a felvidit. Az orákulum. A felvidit.
a pillanatnak élni. Minden úgy fog történni, ahogy akarod. Egyszerűen élvezd az életet. Ezt üzeni ez a kártya. Élvezni kell. Itt a szerencsekerék, itt van a kelyhek ásza, ez maga az élvezet, a boldogság, a lelki öröm. Hát ilyen legyen a június, ilyen boldogságos és szerencsés, tele-tele szerencsés fordulatokkal. Mert ha kiderül egy titok, az is szerencse. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!